Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szanyi Tibor doktor, majd kérdezem tőle, hogy ő akkor most miniszterelnök jelölt, vagy sem. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Akkor ön miniszterelnök jelölt? Hát tavaly július óta igen, a pártom az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom ennek választott a programunk mentén, ez egy nagyon fontos rész, nem csak úgy általában, hanem egy adott program vezetőjeként. Úgyhogy készülünk nagyon a megmérettetésre, ami hát nyilván majd valamikor tavasszal lesz. Sikerült 106 küldöttet kiállítania majd? Még nem, még messze nem tartunk ott, viszont egyrészt a fix jelöltek, a majdnem fix jelöltek és a tárgyalás alatt lévő jelöltek, azok elég biztató képet adnak számunkra, úgyhogy valószínűleg meg lesz a 106 jelöltünk, hát hogyha 105, akkor ne gyilkoljon meg, legyen kérdés. Akkor a kampányt önök majd akkor kezdik el, amikor a kormánypártiak is elkezdik, mert ugye az ellenzéki egyesülések már javába elő-elő választásokon vannak. Igen, de hát ez még mondani való nélküli történet, tehát én nem látom a sajtó... Mégis úgy tűnik, mintha vérre menne a dolog. Hát ilyen személyes casting, vagy szépségverseny, vagy nem tudom, ezt hogyan kell mondani. Én nem látok érdemi politikai mondani valót itt a mostani futamban, ez egy nagyon érdekes, kedves mérkőzés. Akkor ez egy bábszínház? Mert hát, ugye a népnek színház? Hát kell. Egy része biztos, hogy bábszínház, hiszen ugye a úgynevezett helyeknek a többségénél ott egy ilyen előmutyiban letisztították a terepet, egy-két helyen hagyták meg a lehetséges valódi versenyt, de annak sincs legalábbis számunkra olyan politikai tartalma, ami érzékelhető lehet. Kivált kép, hogy nekünk a szociális kérdések terepe az, ami valódi terepként tűnik, és ilyen körülmények között. Értem, ezt már sokszor elmondta, hogy az alapokat jócskán föl kell emelni, gyorsan ismételje meg. Tehát... Hát a 250 ezer forintos nettó minimálbérről beszélünk. A mi programunkban van egy új, félig meddig új intézkedés, ez a úgynevezett szociális minimum jövedelem, ez gyakorlatilag a létminimumot biztosító állami kiegészítő hozzájárulás. Tehát nem lesz 22 ezer meg 48 ezer forintos fizetés? Sőt, a nyugdíjaknál ott eleve ugyanezt mondjuk, hogy a szociális minimum jövedelem, illetve a legkisebb öregségi nyugdíj, ami ma ugye 24 ezer forint, hát most hát 28.500, ezt azért... Fölemelik a minimálbér. Nem a minimálbér, a szociális minimum jövedelemre, és minek utána nagyon-nagyon sokat romlott reál értékben a nyugdíjasoknak a juttatása az elmúlt 10 esztendőben, ezért egy egységes 50 ezer forintos nyugdíj kiegészítés, nyugdíj prémiumot, vagy nyugdíj korpótléknak is szoktuk mondani, biztosítunk. Tehát az azt jelenti, hogy nyugdíjas nem lenne 150 ezer forint jövedelem alatt. Értem. Használjuk ki azt, hogy ennek hatalmas nemzetközi gyakorlata van, hisz előző pártjának az EP képviselője volt. Milyen nemzetközi visszhangot váltanak ki például a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél, ha azután, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség a magyar kormány támogatásával megállapodott velük, és ma viszont, ha jól tudom, az a pillanat következik, már itt volt nálam az ATV főmunkatársa Csóha Ildikó, és arról beszélgettünk, hogy ma van a vétó napja, hogy a főváros megvétózza a korábban jóváhagyott, és arra már előlegeket fölvet 23. atlétikai világbajnokságot Magyarországon. Mennyire ronthatja ennek a visszamondása a magyar imidzset, illetve kinek kell majd kifizetni, ilyenkor biztos van valami kárpótlás, amit ki kell fizetni a nemzetközi VB-nek. Én úgy tudom, legalábbis a különböző szakértő nyilatkozatokat figyelem igazából árgus szemekkel, tehát kevésbé a politikai fogsor csattogtatást. Én azt látom, hogy egyrészt ebben a mai vétóban is van egy feltételes mód a kettes pontjában, ami azt jelenti, hogy ha és amennyiben a kormány azokat a telkeket végképp elvenné. Na de egyéb, ez nem volt benne az egyezmény, van egy ötpontos egyezmény. Nem, az nem erre volt. Már fizettek is. A 9. kerület szeretné, ha megmaradna, meg ez az egész okafogyott lett, hisz a népszavazást befogadták erről. Tehát akkor most két fronton folyik a területek. Igen, két fronton folyik. Mondjuk a, ugye hát ez 2000
23-ban lenne. Ez azt jelenti, hogy még azért bőséggel van idő, tehát addig le is tudnak csillapodni a felek, ez az egyik. De a másik közben épül. Hát azért az csak egy stadion, azért itt sokkal több feltételnek kell eleget tenni. Lényeg több az, mint 10 milliárd forintot már föl is vettek különböző egészségügyi berendezésekre. Igen, de ez nem a atlétikai világbajnoksággal függ össze, hanem így arról volt szó, hogy a főváros barátságos befogadó jó indulata volt az egyik oldalon, és a másik oldalon, részét már ki is fizették. Hát nem csak 50 milliárd, hanem még különböző infrastruktúrás beruházások, tehát sok minden. Ennek egy részét ebből az első évet, tehát az 50 milliárdból 10 milliárdot valóban át is utaltak. Ezzel együtt a főváros érezheti úgy, hogy ő be van csapva, csak hát minek utána ő maga is feltételes módban fogalmaz a határozatában, tehát azért ez még nem a végső szó lesz a mai. De hát ettől nem komoly taladondnak el, tehát mondjanak egy ilyen. Hát ez egy szorítás, ez egy küzdelem, ez egy üzengetés. Nem úgy hívják, hogy blackmailing, hogy zsarolás? Úgy. Viszont ugye itt arról van szó, hogy a főváros ebben nem potens fél, hiszen gyakorlatilag csak ráijeszteni tud a Nemzeti Atlétikai Bizottságra, aki azt mondja, hogy hű, áll a bá Budapesten, inkább vigyük el innen. Tehát ugye milyen kötvét kérnek általában ilyenkor? Gyakorlatilag a helyszínváltoztatás összes költségét. Ez egy olyan erős 30 milliárd forintra tud rugni. Tehát azért, de ez még most idézőjelben mondanám, van Karácsonynak fölösleges 30 milliárd, de hogy ezt kifizessen? Hát nincsen, de hát valószínűleg akkor a kormány azt mondja, hogy kérem tisztelet, amit akar, a fővárosnak akartam volna adni, abból a pénzből fedezzük ezt a bizonyos elköltöztetést. De itt igazából arról van szó, hogy Budapest, vagy egyáltalán magyarországi helyszín a jövőben nagy rendezvényekre erőteljes kérdőjelek alá kerül. Tehát a jövő van veszélyben. Hát a jövő ezzel van veszélyben. És nem csak a sport, ezt szeretném hanem mondani. Minden. Bármi. Na most azt mondja el nekem, hogy milyen érzés nézni, hogy az ellenzéki összefogás tulajdonképpen ugye a népnek kenyér, mert cirkusz kell, ezt én lájtosítottam, és azt mondtam, hogy bábszínház kell. Amerikába ez bejött, Izraelbe a primaries bejött, de ez valami egész más, mint amit ők itt csinálnak. Vagy én tévedek? Annyiban más, hogy az előválasztás az klasszikus értelemben az azonos platformon lévő erők között van. Na, tehát de ugyanazt még nem akarják, tudják, hogy a vizest az árammal nem lehet összekeverni, a húsost a teljesen. Ez egy érdekes kísérlet. Mi ezt kívülről nézzük, egyszerűen azért, mert azt mondjuk, hogy ugye azt mondod, hogy kenyeret és cirkuszt, ebből csak a cirkuszt látjuk, a kenyeret nem. Tehát gyakorlatilag ennek a mostani mérkőzésnek semmilyen szociális tartalma nincs. Tehát hát magyarul... ők ígérnek közben sok kalácsot is, tehát már nem is kenyeret, mit? Hát ők is ígérnek mindenfélét. Hát az nagyon kevés, tehát ha én választópolgár vagyok, és azt mondom, hogy oké, rendben van, itt most lesz ennek valami eredménye, de utána velem, mint választópolgárra mi lesz, azért ott nagyon-nagyon kevés. Egyáltalán hülyének nézik a választópolgárt, illetve azt hiszik, hogy a zsebükbe van, és majd ők megmondhatják nekik, hogy jó, ezt most végig bábszínháztuk, hogy majd tényleg azokra szavazzanak? Gyakorlatilag itt ugye most arról van szó, hogy nagyon megfeszült, nagyon polarizálódott az ország. Az egyik fele, tám még most is a nagyobbik fele, ez azt mondja, hogy kérem tisztelettel, én meg vagyok elégedve, ha többé, kevésbé, vagy kompromisszum akár ezzel a mostani vonalvezetéssel. A másik fele pedig azt mondja, hogy minden erővel le kell váltani az Orbán kormányt, lesz, ami lesz, akármi lesz utána. Kicsit olyasmi, mint a Brexitnél volt, hogy az akkori Brexit hívők azt mondták, hogy ha 5 évig csak füvet kell legelnünk, és abból fog élni Anglia, akkor is ki kell lépni az Európai Unióból. Csak nem szabad elfelejteni, hogy ennek az Angliának vannak egy nagy szövetsége, akiknek ugyanaz a királynője, más a felépítése, más természeti kincsei vannak, és egy kicsit nagyobbak, ahogy Orbán Viktor szokta mondani, hogy merjünk kicsik lenni, tehát azért... Igen, de most itt van egy ilyen pszichózis, hogy mindenáron leváltani. Egyébként a legenda szerint annak idején Kossuth Lajos megkérdezte Marx Károlyt egy levélben, hogy szabad-e az ördöggel szövetkezni, vagy érdemes, vagy lehet-e az ördöggel szövetkezni a szent cél érdekében, és Marx Károly nagyon állítólag, hát nem, én nem láttam, én csak a másodközléseket láttam, az eredeti levelet nem leltem föl, de azt válaszolta, hogy igen, amennyiben biztos vagy benne, hogy utána az ördögöd is át tudod verni. Aha. Jó, hát ez egy kemény válasz, és végszónak is ragyogó lenne, de még van egy nagyon pici időnk. Mennyire biztos abban, hogy meg fogja ugrani a parlamenti küszöböt
így egyedül egy önálló párttal, vagy végül is mégis szövetkezik a munkáspárttal, az európai baloldallal és a többiekkel? Nálunk ez úgy működik, hogy van egy erős hitünk, ami az reáliákra támaszkodik. Mi azt mondjuk, hogy ma Marxnak nem hite volt, hanem a munkásosztály erejébe bízott. Mi is ebben bízunk. Ebben hiszünk ráadásul. Tehát az, hogy Magyarországon egy bő egyharmados támogatottsága van egy modern szocializmus gondolatának, ezt azért most már közvélemény kutatási adatokra támaszkodva is erősen vélelmezzük. Na most ebből nekünk az a feladatunk, hogy ebből a 35-40%-os támogatói rétegből kell magunk mellé állítani 5%-ot. Ez már kevésbé politikai feladat, ez egy mozgósítás kérdése, média kérdés, erőforrások kérdése is azért sokszor. Ezzel együtt a politikát se felejtjük el. Nekünk most szeptember 11-én lesz egy fesztiválunk, egy régóta elmaradt fesztiválunk, hagyományosan ez május 1-én szokott volna lenni. Ez a munkásbüszkeség napja, ezt itt a fővárosban rendezzük, a Petőfi hídnek a budai lábánál, a valaha volt zöld párdon mellett, most Egyetem Parknak hívják. Ez egy olyan családi nap lesz, amikor azért várjuk azokat a főleg fiatalokat, akik a délutáni rockkoncerteken akarnak részt venni, délben persze lesz politika, és délelőtt pedig gyerekjátékok. Ezekkel a... És lesz virsli és forradból? Szerintem az is lesz, bár én nem hiszem, ezt a virslit, ezt azért egy kicsit úgy fetisizálják így a baloldali munkásmozgalmi hagyományokhoz képest. Én azt gondolom, hogy virsli az mindenütt mindig is szokott lenni, még a Balatonon és csak úgy naturba, de ezzel együtt igen, tehát ez egy ilyen kötetlen, vidám ünnep. Azért hívjuk mi ezt munkásbüszkeség napjának, mert gyakorlatilag a május elség is eltolódtak ilyen üres vúslire. Az, aki úgy érzi, hogy ő neki több pénz járna, neki a becsületes munkájáért, igenis a megélhetéséhez minimálisan elég pénz kéne, ezeket az embereket várjuk, és ne felejtsünk azért el egy dolgot, és ez az én hosszú távú célkitűzése. Most Németországban ugye szeptemberben választások lesznek. Hát ott nagy kérdések vannak. Gyakorlatilag szinte a sírból jön elő az ottani baloldal, sőt, most már azok is egy kicsit. Szinte azt kell mondjam, hogy vezető, a közvélemény kutatások szerint vezető erővé vált. És nekik van egy nagyon fontos ígéretük, ez a minimál, ők óra, nem havi pénzben, ők óradíjban gondolkodnak, 12,5 eurónyi minimálbért akarnak. Én azt mondom, hogy mi nyugodtan menjünk nagyon távon, és célozzuk meg ennek a felét. Az még a havi 250 000 forintos nettó minimálbérnél, és több, az durva 300 000 forintos nettó minimumjövő. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Szanyi Tibor, az ISZOM miniszterelnök jelöltje volt stúdiónk vendége. A pontos idő 8 óra következik, egy általam vélt objektív híradó. Az én zsidó szemüvegemen keresztül, ha valaki ezt másképp látja, illetve építőjellegű véleménye van, ne tartsa meg, ragadjon tasztatúrát, tollat, akár telefonáljon is, most szoktam mondani, de ne éjfél után, mert én is aludni akarok. Jön a híradó, aztán mi is jövünk vissza, tartsanak velünk. Köszönöm szépen.